Valaki kifolyt a ketchup. Lehet ez a konyha. Hát ez nem a konyha. Hello mindenkinek, én Gibi vagyok és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban egy újabb modot fogok nektek bemutatni, ezúttal a The Graveyard modot, ami hát a nevéből adódóan azt hihetnénk, hogy csak temetőket ad hozzá a játékhoz, de annál sokkal többet, amint azt láthatjátok. Ez egy elég ijesztő mod, de nagyon jól ki van dolgozva, és hát mostanában egyre több ilyen szintű minőséggel rendelkező modot lehet látni, úgyhogy ezeket szeretném bemutatni nektek, és ez is egy nagyon jó példa erre, egy nagyon immerzív, nagyon élménygazdag mod, de majd meglátjátok a videóból, remélem, hogy tetszeni fog majd nektek, hogyha ez így lesz, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek a videó alatt egy like-al, illetve írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és ha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a modot, akkor a letöltési linket megtaláljátok a leírásban. Viszont szerintem akkor vágjunk is bele. Itt vagyunk egy ilyen kísértett erdőben. Láthatjátok, hogy ilyen mindenféle köd lepi a talajt, nekem egyébként ez a kedvencem, szerintem nagyon hangulatos. És az egész biome egy nagyon ijesztő hangulattal rendelkezik, mind vizuálisan, mind pedig a háttérhangok szempontjából. Egyébként... ott valamit láttam. Nem tudom, hogy mi volt az. Na mindegy. A lényeg az, hogy vágjunk is bele. Ez az egyik biome a három új biome közül, ez a kísértett erdő, de van még egy kísértett tó biome is, hát tipikus horror story a tóparton, illetve az erodálódott kísértett erdő, ahol már annyira erős szelek fújnak, hogy a fákat teljesen leamortizálta az időjárás, de majd megnézzük ezeket, viszont előtte gyorsan végig akarok menni ezeken, hogy ne menjünk így össze-vissza, ne teleportálgassunk. És hát rengeteg új építmény került be a játékba, nem tudom, hogy fogom ezeket bemutatni, de hogyha megnézitek, ezek itt mind új generált építmények. Igaz, köztük van egy csomó variáns, tehát láthatjátok, hogy vannak ilyen méretbeli, meg biombeli különbségek, láthatjátok, hogy van kicsi, van közepes és van nagy változat, illetve van a különböző biomoknak változata. Nem hiszem, hogy mindegyiken végig fogunk menni, mert ez egy elég hosszú videó lenne, de szerintem el tudjátok képzelni, hogy ami a fenyves erdőben így néz ki, az a savanna biomban máshogy fog kinézni, úgyhogy annál több felfedezni valót hagyok majd nektek. És új mobok is bekerültek, szerintem ezzel fogjuk kezdeni így komolyabban a dolgokat, és akkor meg is küzdünk velük, és megnézzük, hogy pontosan hogy működnek. Ezekkel nyilván az új generált építményekben fogtok találkozni, úgyhogy nem feltétlenül veszélytelen ez a mod. Úgyhogy kaptam egy vas felszerelést, egy kis kaját, illetve enchantolt aranyalmákat. Nem tudom, mit csinálok az inventorimban. A lényeg az, hogy négy új mob kerül be a játékba. Az egyik a Skeleton Creeper. Gyorsan megnézem, hogy le tudom ezt spawnolni. Igen. Jaj. Ahogy felrobbanja. Úristen, gyors vagy. Oké. 20 életre van, és beleragadtam egy pókhálóba. És megvakított, srácok. Na jó, ez így talán még ijesztőbb. Szóval ez volt a Skeleton Creeper. Azt viszont nem néztük meg, hogy dob-e valami különlegeset. Na nézzük, valahogy meg kéne ölni, csak olyan gyors. Na robbanj fel, kérlek. Oké, hát nem dobott semmit. Na jó. Mindenesetre egy elég érdekes robbanása volt. Ilyen fura hangefektek voltak, megvakultam. Nagyon-nagyon ijesztő ez a mod, de nekem egyébként nagyon tetszik. Hé, ott egy rendes creeper, ott vonult el az árnyakban. Na jó, a következő új mob az Ökolit, vagy Ökolite, Akolite, Akolit, nem tudom, fogalmam sincs, hogy ez micsoda. Oh, hello. Uha, te ki vagy? Ilyen szektás? Valaki? Úristen, mindjárt megöl. 24 életereje van egyébként. Kélek, ne ölj meg. Nincs spawn pointom? Ah, jó. Ezen gyorsan változtatunk. Ezek úgy leszik, egyelőre nem dobnak semmit, inkább csak hangulatteremtés szempontjából fogtok majd velük találkozni ezekben a generált építményekben. Aztán itt van még a goal. Úristen. Jézusom! Mi vagy te? Itt nem tud követni. Fa alá. 20 életre van, és elég erős védelme van egyébként. És meghalt, és rothadt hús dobott. Oké, szóval ez volt ez a mob. Szerintem nagyon hangulatosak, és tényleg látszik, hogy nagyon odafigyeltek erre a modra. És mostanában egyre több ilyen mod van, és én azt veszem észre, hogy így megreformálódott a modding közösség a Minecraftban. Nem tudom, most miért értem ki erre, csak így elkapott a lendület. Az utolsó pedig a Reaper, tehát a kaszás.
És hát azt hittem, hogy az lesz, de kicsit máshogy néz ki. Na jó, annyira nem vagyunk viccesek. 20 életereje van. Halló? Vagy lehet, hogy nem is támad, de elég úgy néz ki, mintha megtámadna egyébként, csak... Aha, jön már. Csak nem egyszerű eltalálni, na még egy ütés. És szétesett darabokra, és lélekhomokot dobott. Wow. Oké. Okay. Na jó, hát ezek voltak az új mobok. És jönnek most már a zombik is. Lehet azért, mert egyébként éjszaka van. Jó. A lényeg, hogy egyenlőre ennyi mob van a játékban. Viszont vannak különböző használati tárgyak. Vannak például ilyen kerámiák, de ez elképzelhető, hogy inkább csak dekoráció. Sőt, lehet, hogy ezt inkább ide kellett volna raknom dekorációnak. Viszont ezeket az urnákat már ti is le tudjátok kraftolni az adott színű terrakotta blokkból. Tehát ennek megvan az összes szín változata, ami csak létezik a Minecraftban, egyébként így néz ki. És elég nagy tárhelye van. Elég durva. Ez egy dupla láda, ugye? Elég durva, hogy ennyi minden belefér. Na jó. Szóval vannak ilyen urnák, aztán ilyen csonttört is. Na, csontokról beszélve, itt van egy skeleton. Oké. Okay. Jó. Mindig azt hiszem, hogy van valaki, annyira fura hangok vannak itt a háttérben. Egyre ködösebb itt az idő, nem? Szóval lehet ilyen tört is készíteni, csontokból, három darab csontból. Ez egyébként 5-5 sebez, szóval nem éppen a legjobb fegyver, de lehet, hogy épp szükségetek lesz rá. Aztán lehet ilyen sötét vasrácsokat kraftolni, vasrúdakból, illetve egy szénből, 16-ot fogtok kapni. Ez azért nem a dekorációba raktam, mert le lehet kraftolni, és így gondoltam, hogy akkor legyen ez. Hát ez így néz ki, nyilván lehet belőle ilyen szép kis rácsot húzni, de egyébként ugyanúgy néz ki, mint a sima vasrács, csak át van textúrázva. És lehet még ilyen sírköveket is kraftolni, lehet bazaltból, zúzott kőből, mohás zúzott kőből, deep slateből, és még sok minden más kőfajtából, ami a Minecraftban fellelhető. Nyilván az adott blokkot kell ilyen formában elhelyezni, 7 darabra lesz szükségetek, és ezt így le lehet tenni, és ide lehet írni bármit, amit csak akarunk, és hát így fog kinézni. Jó, hát ezek voltak ezek, és akkor vannak még ilyen dekorációs blokkok, ezek inkább ilyen csonthalmazok különböző pózban, amikkel szintén ezekben a temetőkben fogtok találkozni. Így néznek ki, van mindenféle, még itt van a creeper is, meg ilyen kinyúló kezek, szintén ez tök jó, főleg ha ilyen Halloween-i építményt akartok építeni, tök jó fel lehet ezeket használni. És vannak még ilyen új deep slate blokkok, amikből tudtok mindenféle téglákat, ilyen tiles, ilyen mezőket létrehozni, meg ilyen csiszolt változatot, ez mintha egy kis arc lenne. Szóval ilyen blokkokat tudtok még létrehozni. De akkor térjünk rá az izgalmasabb dolgokra, és nézzük meg, hogy hogy néz ki a többi biome, illetve ezek a generált építmények. Hát itt is vagyok, srácok, a kísértett tónál, és wow! Hova? Na ez nagyon durván néz ki. Vérvörös a víz, és ilyen lebegő léleklámpások vannak mindenhol. Wow! Nem tudom, mennyire hallatszódnak a háttérhangok egyébként. Annyira nem akarom felvenni, nehogy zavaró legyen, de egyébként... De ezt biztos lehetett hallani. Elég durva. És itt van az egyik generált építmény. Ez a kísértett ház. Akkor nézzük meg szerintem. És hogy izgalmasabb legyen, menjünk át túlélő módba. Jó. Szóval itt fogtok találkozni ezekkel a blokkokkal, amiket mutattam. És ez az egyik kísértett ház variáns, amit láthattátok a videó elején, elég sok változat van. És vannak lakók is. Nyilván. Na most valami bejáratot keresnék, de szerintem az pont a másik oldalon lesz. Egyébként nagyon-nagyon gyönyörű ez az építmény, nagyon szép. Mindjárt bejutunk valahogy, srácok. Urák kérdése. Na, itt valahol. Nem, itt vannak ilyen ládák. Hát virágok, még hát nyilván, ha már temető modról beszélünk. Na, itt van egy bejárat, szóval elképesztően néz ki. Akkor menjünk be. Halló? Ó, ez csak egy armor stand, azt hittem már egy mob. Jó. És úgy érzem magam, mint egy ilyen betévet vándor. Valaki, ja, kifolyt a ketchup.
Lehet ez a konyha. Hát ez nem a konyha. Csontokat sütnek valamiért, nem tudom abban mi a jó. Hé, hey, itt volt valaki. Egy zombi. Nem is egy. Oké. Okay. Mondom, ők csak a sötét miatt spónoltak, de lehet, hogy alapból is spónolnak. Nem tudom. Szóval... Ja, itt ennyi van. Hát itt történt egy kis baleset. Ja nem, ezek itt spónolnak. Itt van valahol egy spawner alattam. Azért volt itt ez a füstfelhő. Itt van egy ilyen kis... Wow! Oké. Okay. Ja, hogy ez lejjebb is megy. Oh, na most itt... Hogy jutok be? Ja, itt egy gomb. Ez ilyen börtöncella? És miért van itt ennyi víz? Nem tudom elállítani. Hát igen. Viszont itt hallok egy falusit, akit szerintem bezártak. Halló? Szerintem itt bebagolt egy kicsit a generálás. Hú, ki van ott? Ja, ott van az egyik akolit. Mindjárt megoldjuk, srácok, a dolgokat. Elzárjuk egy kicsit a vizet. Ide nem tudom, hogy hogy kell bemenni. De most benézünk. Halló? Ja, hogy nem is... Ja, hogy vannak páran! Oké. Okay. És nála van ez a csonttör egyébként. Amit mutattam. Nem tudnak idejönni a víz miatt. Folyik itt a... víz. Megpróbálom egy kicsit elzárni. Halló? Oké, okay, reméljük nem ölnek meg. De elképzelhető, meg fogok ölni. Á, és megöltek. Na próbáljuk még egyszer. Hol volt a gomb? Itt van. Hé! Hey! Szóval itt öltek meg. Kapta. Vannak a cuccaim. Hol vannak a többiek? Meg ne öljél! Úristen! Ezek nem szórakoznak. Oké, oké, itt már van egy kis loot. Mindenféle furcsa blokkok vannak itt, ez lehet ilyen titkos... hát ilyen áldozati helynek tűnik amúgy most, hogy belegondolok, úristen. Oké. Okay. Halló? Ó, oh, itt vannak a... Jaj! Jézusom! Szívvajt hozott rám. Oké, okay. Itt vannak a falusiak. Csak belebagolt a víz egy kicsit itt a generálásba. Megpróbálom valahogy elzárni. Aha. Itt vannak bezárva. Hát nem tudom, hogy ki akartok-e jönni egyébként, mert... mintha még lennének valaki... Jaj! Jaj! Úristen! De miért tudsz ennyit ütni? Ennyi el, aztán csinálj valamit a szemeddel, mert be van gyulladva. Na, hát itt nagyjából ennyi volt. Ez a kis alaksor. Szóval itt ki lehet szabadítani falusiakat, akiket most itt hagyunk legnagyobb örömükre. Én pedig nem tudok feljönni. Na, oké. Okay. Ha igen, itt van egy spawner, az most már fix. Igen, jön a kicsi zombi is. Úristen, halljál már meg! Ezek azóta se lettek kevésbé idegesítőek. Jó, gondolom fent még többen vannak. Hello, creeper! Igen, ez tényleg olyan, mint egy kísértett ház, mindenféle jumpscare-ek vannak mindenhol. Mint egy ilyen vidám parkban, még annyira nem vidám. Halló? Mindenhol hangokat hallok, és még mindig lehet feljebb menni. Itt egy urna. Ki tud itt aludni? De most őszintén. Szóval itt vannak mindenféle szobák, amiket fel tudtok fedezni. És van még egy padlás terület is. Hát ez ilyen mosdónak... Ó, azt nem tudom, miért szedtem ki. Jó, szóval itt ez ilyen mosdó terület. Kis terasz, hát nagyon szép a kilátás. Oké, okay, na nézzük még meg a padlást. Beakadtam a pókhálóba mászás közben még ilyen. Történt vele! Jézusom! Úristen! Ezek itt vártak. A másik lement? Nem tudom hova lett. Mint a hárman lettek volna. Oké, okay, együnk egy kicsit. Jaj! Jaj, hogy nektek is van spawneretek! Hát ez baj, mert az fogalma sincs, hogy hol van. Nem tudom. Minden esetre gyorsan megnézzük a lootot. Az ég egyet a világon nincs itt semmi. Ezeket ki sem tudom nyitni. Na jó, hát
nagyjából ez lett volna ez az épület szerintem. Én inkább most már mennék innen, ha lehet. Merre jöttem? Ez a baj ezekkel, hogy sose tudod, hogy... Honnan jöttél? Itt van! Jó. És itt van egy ilyen kis lejárat. Na, akkor ez lett volna ez az épület, szerintem nagyon király volt, illetve ez a biom, de még van egy harmadik biom, és még van néhány építmény, úgyhogy megnézzük azokat is. És ez lenne a harmadik biom, srácok, ez az erodálódott, kísértett erdő, ami hát nyilván kicsit repülök, inkább elég lassú itt a közlekedés. Olyan szempontból erodálódott, hogy így szétfújta a szél. És ó, ott van egy skeleton creeper, és így nincsenek fák. Szóval nagyjából ez ennyi. Most kíváncsiak, hogy itt találunk-e még valami építményt. Ó, ott pedig egy ghoul. Szóval ezek így fognak spawnolni ezekben az új biomokban. Generált építménye nem találkozok. Itt elég sok fosszília van. Kicsit ilyen lélekhomok völgy beütése van. Itt más építményt nem látok, úgyhogy még megnézzünk néhányat azok közül. De nagyjából szerintem így látható, hogy ez a biom hogy néz ki. Úgyhogy ja, hát elég ijesztő. Itt is lenne az újabb generált építmény, ami egy ilyen nagy nyírfa végül is. És úgy látszik, hogy valaki már járt itt. Elég érdekesen néz ki, szerintem ezek inkább csak ilyen dekoratív dolgok. Már arra kíváncsi lennék, hogy van-e valami itt alatta, de nincs. Azt hittem, hogy valami kis lejárat van, de ez így ennyi. Itt is lennék egy újabb generált építménnyel, ami a temetők nagy változata. Viszont mielőtt ide bemegyünk, itt találtam egy kisebb változatot szerintem. Úgyhogy gyorsan előtte ezt megnézem. Szóval ezekre így random fogtok találkozni a világotokban. Szerintem egyébként nagyon jól meg vannak csinálva, nagyon jól ki van dekorálva, nagyon részletes. Valami le is spawnolt. Úgyhogy ez a temető kisebb változata. Ugye megtaláljuk egymást ezzel a zombival. Bárány! Ne, most légy szíves. Szóval itt vannak ilyen kis sírhelyek, amiket ki lehet lootolni. Gyere csak! Mindig belebújik a fűbe és olyan nehéz megütni. Úgyhogy itt vannak ilyen sírhelyek is, aha. Vannak alatt a ládák. Hát ez ilyen kis hangulatos... Na itt azért volt, akinek volt vagyon, ami előtt elpatkolt. Úgyhogy, ja, itt lehet találni ilyen kis lootot, ez nagyjából ennyi. Viszont... Nem tudok ezen kiugrani? Nem. Na így néz ki ez a vasrács egyébként, most már láthatjátok így hosszában is lerakva. Jó, és akkor nézzük meg a nagy változatot, ami szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. Nekem legalábbis nagyon tetszik. Elég nagy kiterjedésű, ahogy így megnéztem felülről. Itt van valami nagyobb sírbolt, feltörjük ezt is. Ó, és ez pedig már ilyen szilverfüses blokk. Aha, és ezek most elkezdenek kimászni. Na, ez tök jó. De tényleg. Hát, ilyen közepes szintű loot nagyjából. Igen, most fel fogom törni ezeket a sírhelyeket, de csak így kíváncsiságból. Ó, valaki már ezt megtette helyettem. És elég jó sok ember van ebben az egy urnában. Oké. Vagy nem tudom, milyen lény volt még élő korában. Szóval itt vannak ilyen kis virágágyások, rengeteg sír. Amik alatt mind láda van, ezeket nem fogom mind feltörni, de azért van érdekes loot, ami még akár értékes is lehet, szóval lehet megéri valakinek feltörni ezeket. Ó, itt egy könyv. Jegyzetek. Egyes szám. Igen, a fenyvesek mélyében fekszik a temető, egy nagy random generált építmény, rengeteg kincsel és veszéllyel. Minden dolognak ára van. Mersz-e belépni? Hát már megtettem. Ja, mert ez volt a főbejárat. Ja, hát ez így logikus, én nem innen jöttem be. Au! Megszúrt a vidőr rózsa. Hát igen, itt vannak ilyen sírhelyek, amiket meg lehet nézni. Most ezeket szerintem nem fogom mindet felásni, mert ez elég sokáig fog tartani. Nem tudom, van itt valami más építmény? Valami kis kápolna-szerűség? De úgy látszik ez ennyi volt. Hát azért felülről, ha megnézitek, elég nagy kiterjedésű, szóval ez szerintem tök jó. Szóval, mint mondtam, nem fogok minden variáns épületet bemutatni, viszont ez is egy nagyon érdekes dolog. Egy ilyen gomba, hát nem is tudom, oltárszerűség, ami úgy látszik, hogy itt bárhol képes generálni. Ez így néz ki,
Nem tudom, hogy van-e bármi érdekes vele kapcsolatban, vagy olyan, mint a nyírfa. Nem, itt van láda. Ó. Most már érdekel, hogy a nyírfánál volt-e valami. Na, hát itt is van néhány érdekes lút, ilyen közepes szintű lút, de nagyjából ez ennyi volt. Találtam egy ilyen sivatagi sírhelyet is, hát ami elég kicsi, de itt is lehet találni dolgokat, hát ez így nagyjából ennyi volt egyébként. És akkor a többi lényegében ennek a variánsa ezek a kicsi változatok, úgyhogy nagyjából szerintem megnéztük az összeset. Na srácok, találtam még egy temetőt, amit megnézhetünk. Még ezt érdekesnek találtam. Itt is vannak sírok, amiket most nem fogok feltörni, viszont itt kapásból van egy torony, vagy templom. Ami egyébként nagyon szépen ki van dekorálva. Tényleg nagyon tetszik, hogy mennyire részletes minden ebben a modban. Olyan, mint egy ilyen kalandpályán játszanék. Szóval láthatjátok, itt is van loot. És idefent is van... az érkezés. Címmel egy könyv. Végre több napnyi bujkálás után és éhezés után találtunk egy falut. A falusiak örültek, és hát úgy tűnt, hogy örülnek annak, hogy új arcokat látnak, és egész éjszaka ünnepeltünk, a gólemek megvédtek minket. Még ő is úgy tűnt, hogy élvezi. Remélem, hogy itt maradunk egy ideig, és összeszedjük magunkat. Az utolsó napok kemények voltak, és nem akarok megint földön aludni. Szóval itt van valami kis háttértörténet is, amit össze lehet rakni, hogyha megtaláljátok ezeket a könyveket, ami érdekes szerintem. Meg az, hogy miért pont egy temető tornyában találjuk meg ezeket a könyveket. Itt van egy másik kis terület. És itt valaki már lesz is, ha jól hallom. Oh, Wither Skeletonok. Aha, el is kapott a Wither-rel. Jó, most ebből nem kéne meghalni. Szóval ez pedig így néz ki, hát ez ilyen kis, nem is tudom mi valami... kripta. Legalábbis annak tűnik. És ó, itt még gyémánt érc is van. Mindenféle ércek. Szóval itt valami gazdagabb dologról van szó. Hát nagyjából ennyi ez az épület. Jaj! Jézusom! Megijedtem. Oké. Közben én is beragadtam ide. Elég sok a pókháló. Azt veszem észre, és még ott látok valami érdekességet, erre még elnézünk, hogy van-e valami, bár azt hiszem innen jöttem. Jó, itt van egy kis fa, lehet, hogy ez alatt is van valami, úgyhogy minden be is belemászok, amivel nem kéne. Itt van még ez ilyen kis prominens valaminek tűnik, úgyhogy lehet, hogy van valami. Úristen! Full aranypáncél, aranyalmák, XP palackok, totem, Eye Offender, na hát ez itt a főnyeremény, ha lehet ilyet mondani sírrablás közben. Mindenesetre szerintem ennyi lett volna ez a videó, srácok. Bemutattam szerintem mindent, ami fontos lehet. Hát nyilván ilyen kis, kisebb temető variánsok a különböző biomokban vannak, de most nem fogok mindegyiken végigmenni. Szerintem el tudjátok őket képzelni, meg legalább, legalább ti is tudtok még mit felfedezni ezzel a moddal. Szerintem ez egy nagyon király mod, nagyon magas minőségű, nagyon részletes, nagyon hangulatos. Tehát a biomokban az a kör, meg az egész atmoszféra szerintem nagyon... nagyon-nagyon sokat dob a mod hangulatán. Úgyhogy ha szeretitek az ilyen immerzív modokat, akkor ezt mindenféleképpen tudom ajánlani. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy like-kal és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és hogyha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a modot, akkor a letöltési linket megtaláljátok a leírásban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!